Nekem az egyik legnagyobb félelmem az volt, meg pár éve az, hogy lesz egy vetélkedő, ahol dalokat kell kitalálni, és olyan szemét módon alul maradok, és kicsit úgy érzem, most megágyasztunk ennek a helyzetnek, de próbálok rátszáfolni. Plusz azért megszólalások között nem ott van a fókuszunk. Én a zenéket el tudnám énekelni, tehát a szöveg abszolút megvan, de hogy ki az előadó és mi a dal címe? Most tekintve, hogy a mi reggelünk a zené is, és erre helyezzük a hangsúlyt, azért illene minél többet tudni. Szoktam ilyet játszani a szabadidőmben, olyat, hogy dúdolok valamit, és a másiknak ki kell találnia, hogy mi az. Én ebben a játékban azt merem hinni, hogy kifejezetten jó vagyok, hogyha ha a FIFA-n kívül kéne egy játékot választani, akkor ez lenne az. Annyira ismerjük egyébként a honi előadókat, akik aktuálisan fontosak, hogy szerintem azzal nem lesz gond, a címekkel. Címekkel lesz, igen, igen. Csapassuk. Izgulok. És vághatjuk? Bagosi Brothers Company, fordul a világ. Ah, Bagosi Brothers Company, fordul a világ. Nehéz volt, ne együtt bejönnek ilyet a refrén. Fran Palermo? Ja, de hogy is, Carson Coma. Nem voltál. Carson Coma, nem. Kempingkék, korlátkék kemping, kemping, balatoni kemping nyaraló. Igen, valamelyik, igen, igen, meg. Kék hullám kemping. Na, te mondtad neked? Akkor Natasa eljött Reddit, ja. Ez majd olyan, hogy váratlan súlydob rád. Ez a hősök, és a... Minden rendben. Akkor még kell egy előadó, igaz? Hősök, feat, New Level Empire? New Level Empire. De nem New Level Empire, várjál! De? Ne. Nem, ezt hogy hívják? Ez kompakt diszkó. Kompakt diszkó, így van. De hogy ez pontosan... Semmi baj! Tanulj meg embernek maradni és terhek utonja a szemed alatt. Punani? Ez a Tokió. Ez a szám címe? Sima. Vagy nem. Ami volt, az majd lesz. Nem, ez Punani Masszív, az olimpiás dal, de... Tokió! Tokió. Amit láttál egy részlet, csak jó volt beszélni. Oh. Ez Daniel Figergő, hát a kollégánk! Nem. Daniel Figergő, meg a Rácz Gergő. Elrontottam. Ez egy Lotfi Begi feldolgozása egy Daniel Figergő dalnak, aminek a címe Elrontottam. Nem. Nem hallgattam rátok, kár, hogy nem hallgattuk rám. Már kár, elefánt. Tudjam bele a közepébe! Reggel beszélgettünk, hogy a zenei kvízen fogadjunk, hogy ott lesz az elefántól a kár, úgyhogy... Igen. Micsoda érzés! Blaha Louisiana. Nem Blaha Louisiana, Honey Bees. Igen, Tarján Zsófi. És ez a éjfél után. Honey Bees. És mi a dal címe? Én tudom. Ja, az éjfél után. Mit hallasz meg belőlem? Belekavarod az utam. Bárgeret Island. Szabadon. Maradunk még. Margaret Island. Hol marad az én történetem? Nem. Meddig maradunk még? Wow. Hoppá. Holnaptól együtt nézzük. Rúzsa Magdi. Rúzsa Magdi. Holnaptól. Szerelem. Nem, az más. Nem, erre. Szembeszél. Karma. Rúzsa Magdi. Nem? Rúzsa Magdi, jók vagyunk. Az okés. Igen? Szembeszél. Mert a lazdaság az pozitívban, ha taraszt a szív. Jó, hát ez... Ári Mafia. Ári Mafia és Rastasz. Jó lenne. De jó lenne. Jó lenne. Kell egy ház, nem az utcán, vagy Mafia. Hozzáteszem, ez volt a legnehezebb. Kell egy ház viszont a szemcíme, nem? Én tudnám ezt meg játszani azért egy jó másfél órán keresztül. De most olyan nagy sikerélményünk volt, úgyhogy bízom benne, hogy ezért rádiósok egy picit alul teljesítenek. Nem nagyon, mert ne égjenek le, csak hogy alattunk egy fokkal. Nyomjunk még ilyet egyébként. Biztos voltam benne, hogy... Tehát lecsapnak minket amúgy, igen. Annyira képben vannak egy kis... Most már tudjuk, miért nem köszönnek nekünk a Petőfi tévések mától. Ma
Most, hogy így néztem ezt a vetélkedőt, kicsit sajnálom, hogy kimaradtunk. Te melyik csapatnak szurkoltál? Természetesen a tévéseknek. Ja, szerintem a fiaink nagyon ügyesek voltak. Lehet, hogy Vivivel egy stratégiai hibát elkövettünk, mert úgy látom, nagyon határozott volt, de sokszor összezavarta a fiúkat, úgyhogy... Azt is határozottan, de mintha néha kicsit elvitte volna őket a vállásba, de hát összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel.